Így száll vízre egy újra hasznosított anyagokból készült hajó a Tiszatónál. Több ilyen cirkáló is szelte a habokat a 11. petkupán. Ez egy alapvetően egy gyerekhajó. A lényegében a tervek is mind a gyerekek tollából születtek. Mutatnám is őket, mert mindig magamnál hordom, csak természetesen vízhatlan tokban, hogy nehogy valami gond legyen. A hajóról azt kell tudni, hogy teljes egészében újra felhasznál, de annyira, hogy maguk az úszó testei is olyan pillepalackokból vannak, amik már egyszer teljesítették a Tiszatavi petkupát. Tehát igazából egy újra és újra használt hajó, a fedélzet is teljes mértékben hulladékból van, például az árnyékolók épületmeshálóból készültek. 3 napig dolgoztunk rajta, nem volt teljes az összhang, voltak nézeteltérések, de ezek mostanra elsimultak. Az első Perót kupát még 2013-ban rendezték, akkor Tivadar és Cigánd között 100 folyamkilométeres hosszúságban gyűjtötték a felhalmozódott hulladékot az önkéntesek, a cél azóta sem változott. Először is, hogy a jövő ne legyen annyira koszos, hogy már el kelljen hagyni a földet, meg hát túl sok a szemét muszáj elvenni, meg a szemét az nagyon rossz, muszáj megtisztítani. A Tiszató, illetve a kiskörénél megépített vízlépcső gyakorlatilag ketté vágja a folyót. Nagyobb bárhullámok több hulladékot hoznak, hiszen a határainkon túli folyó meder közelében lévő lerakatokról egy nagyobb áradás több hulladékot rabol el, kisebb áradásoknál kevesebb érkezik. Nagy szerencse és egy különleges műszaki adottsága a kiskörei vízlépcsőnek, hogy kisebb és közepes árhullámoknál meg tudjuk állítani az érkező uszadék és hulladék mezőt. Lényegében itt összetorlódik, és ez már nem jut a kiskör alatti több mint 400 kilométeres folyószakaszra egészen a Dunáig. A 10 évvel indított környezetvédelmi folyótisztítási akció már a igazi nyári happening lett. A hajók is a vízparton készülnek, a Tisza takarítások közti szünetben pedig jut idő a szórakozásra is. Összességében 240 ember fog, mint résztvevő, megfordulni a kupán. Idén átlagosan 160 ember lesz egyszerre vízen, és ez a 160 ember az, aki 10 hajóegységgel, 50 kenuval, 5 motoros hajóval kisegítve fogja tisztítani ezt a szakaszt. Aki nem a vízen teljesít szolgálatot, az az ártér tisztításában segítkezik, illetve a hulladék szelektálásában működik közre. A petkupák során gyűjtött hulladékokat 13 felé válogatjuk, így a nap végén az a 7-10 tonna, ami most itt is össze fog gyűlni, az feldolgozásra, átválogatásra kerül, és több mint 60%-a az a körforgásban maradhat, partnereinknek köszönhetően anyagáramonként, ami hasznosítható, az elkerül a feldolgozóhoz. A hátam mögött látható kajak, az pedig 100% tiszai műanyagból készült, amit mi szedtünk és mi válogattunk. Tehát számos olyan zászlós hajunk van, ami jól mutatja, hogy a hulladéknak hol lenne az igazi helye, és a folyókat megőrizzük meg tisztán. A petkupások tapasztalatai alapján évről évre kevesebb hulladékot szednek ki a Tiszából. Idén 6 tonnányi hulladéktól mentesítették a folyót, illetve az árteret. A szolnoki megérkezés után díjazták a legeredményesebb, azaz legtöbb hulladékot gyűjtő csapatokat is. Ez alapján az idei Tisza Hőse díjat a Siemens Energy nyerte 250 zsáknyi hulladék összeszedésével.